Második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőtt Képzési Központjában második alkalommal valósul meg a számítógép alapismereti képzés a szépkorúak számára. 2017. februárjában hirdettünk először ilyen képzést, és az akkori 30 helyet 60 fő töltötte be. Nagyon nagy érdeklődés volt, és nagyon nagy eredménye is, hiszen a számítógép világa az kapu a világra, tehát nem csak egy eszköz, hanem egy kapu, amivel jobban megismerik a világ, ott közelebb hozza a tudást a nyugdíjasok számára. Tehát most is ebből a célból hirdettük meg a számítógép ismereti tanfolyamot, amire 30 főnek lett volna a helye a beiskolázásra, azonban 48-nál álltunk meg, 48 főt iskoláztunk be, közülük 42-en olyanok, akik 60 év fölöttiek, a többi az 50, és a legidősebb pedig 83 éves, tehát 50 és 83 év közöttiek a hallgatóink, két csoportban fognak tanulni, lesznek akik teljesen kezdők, vagyis még semmit nem tudnak a számítógépről, vagy a bekapcsolástól, illetve a számítógép különböző részeinek a megismeréséről fogják kezdeni. A másik részük pedig már valamit tud, itt büszkélkedtek nekem az előbb, hogy Skype-olni már tudnak, tehát a többi részét majd itt megtanulják, és egy 3 órás konzultációt követően, tehát nem vizsgának hívjuk, hanem 3 órás konzultációt követően egy magyarországi tanúsítványt, a felnőtt képzési törvényeknek megfelelő tanúsítványt, valamint a főiskola által kiadott ukrán-magyar nyelvű tanúsítványt fognak majd kapni augusztus 30-án, hiszen a 10 alkalmas foglalkozásoknak majd augusztus 23-án lesz vége. Egyébként 17 különböző településről vannak itt idősek, közülük a legtöbb tényleg nyugdíjas, tehát ott hol van, viszont vannak közöttük olyanok, akik még aktívak, tehát tanárok, esetleg orvosok, vagy valamilyen vállalkozásnál besegítenek, és ezért van nagy szükségük rá, hogy ismereteiket felújítsák, esetleg olyan dolgokat tanuljanak meg, amit eddig nem tudtak használni. Nagyon örülünk, azt gondolom, hogy ez szintén egy jó, sikeres projekt lesz, és az ötletgazda és maga a projekt gazdája az a Kárpát Háló Egyesület, ez egy magyarországi felnőtt képzéssel foglalkozó cég, akinek nagyon fontos, hogy az időseket is megtaláljuk, felkaroljuk, támogassuk, és hogy lehetőségeket biztosítsunk számukra a jobb életminőséghez. A képzés az 30 órás mind a két csoportban, 10 alkalmat ölel fel, és júli 29-től augusztus 23-áig tart. Az ünnepélyes tanév zárója, vagy képzés záró és a tanúsítvány átadó pedig augusztus 30-án valósul majd meg, itt szintén a főiskola épületében. Az oktató Beregszászi István kollégánk, aki gyakorlattal rendelkező kolléga, és már az előző csoportokat is ő tanította, tehát megfelelő gyakorlati és elméleti tudással is rendelkezik ahhoz, hogy az idős körűakhoz szükséges türelem és gyakorlatot át tudja adni, illetve hogy nagyon nagy türelem kell hozzá, mert van, hogy 25-ször is elmondjuk ugyanazt, de hát ez a lényeg, hogy minél inkább megtanulják az idősebbek, nem baj az, hogyha 5-ször, 6-szor rákérdeznek. A lényeg az eredmény, hogy tudják használni azokat az eszközöket, amikre szükségük van ahhoz, hogy kapcsolatot tartsanak a rokonaikkal, családjukkal. 3 alapmodul tanulnak egyébként, számítógépes alapismeretek, tehát hogy milyen részei vannak a számítógépnek, egér, esetleg nyomtató, fénymásoló, szkenner, és így tovább. Tehát, hogy a számítógép milyen elméleti, gyakorlati részét kell, hogy ismerjék. Online modul, tehát online ismeretek. Ez az internet, Viber, mert hogy telefonos ismereteket is elsajátítanak, nem kell mindig laptopot cipelni, hanem a telefonon keresztül is elérhető felületekkel is fognak foglalkozni, tehát online alapismeretek, és a harmadik rész ez a szövegszerkesztés, hiszen fontos, hogy meg tudjanak szerkeszteni, be tudjanak gépelni egy-egy levelet, vagy olyan dokumentumot, amit mondjuk, ha család többi része nincs otthon, de be kell nyújtani egy hivatalba, akkor meg tudják írni saját maguk is, tehát szövegszerkesztéssel is fognak foglalkozni.